ahhoz képest pedig az első fél idő 10-5-tel ment a Honvédnak. Hát elég érdekes valamennyi mérkőzés volt az ott Mirázson, viszont most itt vagyunk ezen az Infernón, ahol pedig Lenovo Legion Honvéd kezdett majd CT oldalon, míg a Team Plague pedig kezd majd T oldalon. Kíváncsi leszek, hogy melyik oldalon fog jobban szerepelni a két csapat. Hát ugye a tendencia alapján Mirázson ugye jobban ment a T oldalon mindkét csapatnak, de ez már egy teljesen más pálya, tehát itt minden megváltozhat, érkezhet egy B-támadás, ahol egyelőre három honvédos játékos van. Fókusz várja azt, hogy elérkezzenek a playerek. Saiknak közben nem jönnek össze a killek, elemen Wonder G az, aki megy tovább és nyomatja, mendegél. Azonban Rex két kill után lekapcsolja, Zal viszont még mindig épp, még mindig él és virul, és a Popon maradt egyedül, aki nem sokáig maradt egyedül, hiszen az első kört már is elhozza a honvéd. Egész egyszerűen megfogták ezt a banán támadást, amit a Plague tett le az ezüstálcára a honvéd számára. Így viszont a jutalmukként vehetik is a fegyvereket, ugye ott a kis térkép alatt látható pedig az első pálya végeredményen, meg a hátralévő pályák. Inferno, Overpass, Dust 2, illetve Ancient az, ami még itt a képernyőkre fog kerülni. Igen, de ettől még messze vagyunk, hiszen ennek a pályának még az le kell járni mindenféleképpen, hogy többi pályára mehessünk. És itt pedig forszol a Team Plague. Hogy ezt láthatjuk, néhány Mag 10, Tech 9, illetve néhány utility látható, azért eléggé tudnak cheatni ezek a fegyverek, főleg egy ilyen támadás esetén, a mid control meg is van, jönnek befele, a röviden nem tud lőni szöget egyelőre a honvéd, azért a pillanatig MSK egyet tud behúzni, azon kívül senki nem tud fregelni, így pedig 4v2 alakul ki, bomba lekerült ára, és ez a teamplay köre kell, hogy legyen mivel, szével a Legion honvéd. Jön a mentés, Wonder G és Focus azonnal visszavonulót fújnak. Ki kell hozni azt a két fegyvert. Különben annyi sem marad a honvéd számára a következő körben. Visszaforcolták, jól megválasztották a pályarészt most a Team Plague játékosai, és nagyon szépen el is foglalták ezt a területet, nem tudott most freget lőni nagyon a honvéd, igazából MSK tudott egyet behúzni, de azon kívül nagyon többiek nem tudtak freget húzni, ennek köszönhetően pedig vissza tudta forcolni a Team Plague a kört. Így viszont most nagyon-nagyon rossz szituációba került a CT csapat, hiszen tudjuk, hogy a CT ekonomi sokkal drágább, a CT fegyverek, illetve sokkal nehezebb így összehozni, ennek köszönhetően egy jó vásárlás, viszont most érkezik a Force, hiszen ők is meg szeretnék azt tenni, ami a Team Plague-nek sikerült. Focus-tól érkezik most egy Flash banánra, viszont ismét mid felé veszi az irányt a Team Plague. Mikroék érkeznek is Best Site irányába, Geve is most már jön, és úgy néz ki, Memeskét is viszont azonnal lehet kapcsolni. Zalaz, aki még életben volt, megölte Sarikot, de ennyire futotta sajnos ebben a körben a pisztollyal. Wonder G és Focus, két nagy fegyverrel, viszonylag nagy fegyverrel, mert az MP9 az ugye egy kis fegyvernek nevezte az SMG mi voltából. Ki kellene hozni ezt a két fegyvert, úgy ahogyan az előző körben is ugyanezt elmondtam. Hát úgy tűnik, hogy ez is a cél, hiszen ezután ugye a honvéd ekkora fog kényszerülni. És ez a két fegyver eléggé nagy fegyvertény lehet számukra. Pontos fegyeket lehet ebből szerezni, Focusnak viszont nem sikerül majd kihozni ezt az MP9-et. Egy feget lőtt a $600 neki, így kicsit jobban áll majd pénzügyi helyzettel. És akár majd a következő körre spórolhatna egy AVP-re Zalnak, egyelőre csak egy dezit vásárol. Érdekes kimenetel lehet, hogy lesz AVP majd a következő körben Zalnál. Wonder G most a honvéd szurkolók szemes, illetve az egész csapaté, hiszen nála van az a nagy fegyver, amivel meg kell villanni.
A Honvéd pisztolykört követően a Plague boost üzemmódba kapcsolt, és egyből meglett a kettő darab körük. Talán ez még lefolyható úgy, ez a karika, hogy Plague-nek ítélendő körként emlegessük a történelem könyvekben majd. De az ezt követő az már nagy fegyveres lesz, és az már sokkal veszélyesebb lesz. Viszont most úgy néz ki, hogy a Honvéd egy pátasújtással kb. Kivonul a lerakóról, amerre amúgy a Plague érkezne. És itt, hát most úgy néz ki, hogy visszajönnek. Vandage-nek azonnal megvan a nyitófreg ezzel az emberrel, hogy is ott pattant. Igazából a Honvéd javára. Ez viszont közel sem boldogítja annyira most a Honvéd csapatát, hiszen még nagyon messze van attól a csapat, hogy ritékeljen, illetve az időben is egyre jobban ki fognak futni, valószínűleg inkább ezt a két fegyvert megpróbálják kihozni, illetve a pisztolyok majd megpróbálnak egy-két exit frag-et szerezni. Andergy is most már távolodik a site irányából, mondom én, közben pedig még ott marad minden. Jó lenne még azért néhány fegyvert elvenni, mert a Plague-nek sincs annyira rengeteg pénze még. Bár ennek a körnek a megnyerésével most már azért elég is stabil a pénzügyi helyzet náluk. De most érkezhet a Honvéd vásárlás. Nem is kell annyira sok pénzt elkölteni, tekintve, hogy három fegyvert azonnal kihoztak az előző körből már. Viszont nem lesz AWP, ami eléggé nagy fegyvertény lehet, hiszen láttuk, hogy Zal eléggé jól használta azt a fegyvert, Mirázson is. Talán a 30-as végpontot nem ért el végül, de ilyen 27-28 körül volt, ami azért elég szép szám. Érdekes flag közben itt fókusztal, de lényeg, hogy a Honvédnál az entry. Alig fél perccel a körkezete után egyből elcsattantak a fegyverek, fókusz viszont még mindig tartja itt a füstnél a területét. Banán egyelőre megvan a Honvédnak. Shifts nem jön össze a kill, újra kell pozitni, azonban Nemeske megérkezik egyből két embert, meg ott van még egy kis Shiftsnek. Ezzel pedig konkrétan elesik a Team Plague javarésze, és akik még mindig életben van ettől függetlenül, viszont már ő fele és egyre jobban kacsingat a kaszás. Nemeske közben újra töltött, ezért nem tudott rálőni ellenfelére, időközben Saik bement site-ra. Jelenleg úgy néz ki, ott van még egy ki, legyék kettőben marad a bolgár játékos, ott van még egy, nem mondok komolyan, le fogja jönni, lehozza az 1v5-öt! Micsoda! Hát igen, most... Jézusom! Eléggé nagy hibát követett el itt a Honvéd, hogy ezt a lehetőséget odaadta a bolgár játékosnak, hiszen ezzel a Team Plague már a negyedik körét szerzi meg, és néz rá arra a Honvéd vásárlásra, illetve a Honvéd pénzügyi helyzetre, nagyon rosszul állnak jelen pillanatban. Van két négy, ugye ah, és ez a Dezidza a kezében most el is ül, illetve van még ott egy MP9 is, de ez közel sem egy jó vásárlás. Zal mostanában egy kicsit sokat akart, de Shift-től érkezik a válasz. Így pedig már is 4v2 alakul ki. Hát úgy tűnik, hogy észhez tért a Honvéd, és hiába buktak el egy nagyon-nagyon előnyös szituációt, visszanyerik a hátrányos szituációs kört. Az nagyon kemény. Még mindig az előző kör hatása alatt vagyok. Egyelőre azonban nagyon néz ki, hogy a Honvéd ezt megelégelte, és egyből jöttek a reagálások. Nemeske, megvan neki egy újabb frag popovra, és Rex maradt már csak életbe egyedül 1v4-ben. Egy 45 másodperc, ennyi áll rendelkezésére Rexnek ahhoz, hogy csináljon valamit, de hát Wander-G megöli őt. Ezzel pedig úgy néz ki, hogy a második körét szerzi meg a Lenovo Legion Honvéd, és jöhet újra a vásárlás a Team Plague-től. Azonban könnyen lehet, hogy most a Honvéd Beast Mode-ba kapcsol. Fontos lenne néhány kört zsinórba hozni most a CT-knek, hiszen nem csak, hogy két körös hátrányban vannak, de jelen pillanatban azért a Team Plague-nél nincsen pénzügyi probléma, bár azért most már, ha ránézek egy-két játékosnál, annyira nincsen sok
pénz, viszont közben Zal ismét megszerzi az entrit, és ismét egy agresszívabb mint támadás a teamplay-től, Gera visszalövi shiftset, 4v4 alakul ki, de Zal továbbra is itt van hosszún, akinek irányába egyelőre nem jön a plague. Négy V4 jelenállás szerint és játékosok továbbra is közepet próbálják meg ostromolni, bár innen lehet, hogy kivonulnak és szépen lassan el fog indulni a csapat B irányába, ahol fókusz már várja őket, és meg is van az információ a rámpa lévő játékosok, de szerintem amúgy maximum egy embert látott meg, szóval ugye teljes tanás nem bukhatott le, hiszen egyetlen egy szem játékos van B-re, akkor még mindig fókusz személyben, és a kettes számú Wandergy még nem érkezett, tehát talán most fog átmenni CT-ről, mindeközben jönni fognak be a gránátok, Wandergy már CT-n van lassacskán, új út felé veszi az irányt, jönnek be a granyók, érkezik a fűfty, jöhetnének a flash-ek és mehetne be a támadás, hiszen jelenleg nem jön át Wandergy-n kívül más ember B-re. Egyelőre ez a rotáció nem is fog érkezni eddig a pillanatig, hiszen érkezett egy flash és ott le lett tisztázva kicsit banán, viszont most már érkezik a Team Plague Execute, fókuszol itt most a világ szemben, nem tud lőni egyet sem, és Wandergy-nek is ki kell vonulnia, füstölet neki se akad be, Zal viszont tud lőni egyet, de közben Geve ugyanúgy füstön válaszol a memeskére, így pedig 2v3 vitték szituáció alakulhat ki, mondom én, de Wandergy-re nem figyelt Rex, nincs pedig 2v2, és nincs idő a bomba lerakására, és így még éppen lesz idő szerintem, igen, még éppen lett, viszont Wandergy tudja az utolsó játékosnak nagyjából a pozícióját, így viszont már Saik van előnyben mindenféle szempontból, hiszen Wandergy-nek érkeznie kell, és jó azt mondja előny, de Wandergy pontosabb, és így pedig megnyeri a Honvédnak a harmadik körét. Azért nem sokon múlott, óriási előnyben volt a Plague azzal, hogy a Honvéd nagyon ellassúzta ezt a kört. És tényleg másodpercek maradtak a bomba lerakása előtti pillanatban. Közben itt egy időkérés szituáció. Lesz közben egy stream urénitás, szóval mindenki püfölje az effektet, és hamarosan visszaérkezünk másodperceken belül. Addig is türelmeteket kérjük.